Most kerül be az utolsó sindar a Borosháza és Csorvás között a vasúti pályán. Azt is megmutatjuk, hogyan jutottak el idáig. Az utasok, akik erre utaztak, érezhették 24 méterenként a vonatnak a döccenését. A célunk az volt, hogy a régi használt felépítményt egy korszerűbb, jobb, nagyobb sebességre és utazási komfort biztosítására megfelelő állapotba hozzuk a pályát. Ez egy hézag nélküli felépítmény lesz, 54-es rendszerű sínből és használt vasbetonajakból, ami lényegesen kényelmesebb utazást fog biztosítani az utasok részére. Ezentúl természetesen a sebességet is 80 km-be határozták meg részünkre, hogy 80 km-es sebességre adjuk át a felépítményt. Új sín az nem épült be, használt sín lett, tehát az 1920-nak a duplája 3840 folyóméter sínt építünk be, 2955 darab vasbetonajat építettünk be. Az utatkő mennyiség, amit bepótoltunk, az 2800 tonna, már a 70-es években is ezekkel a gépekkel építettük a vasutat. A 120 méteres mezőkben építettük meg bent Csorvás állomáson a vágányt, tehát ott a munkapadon betonajat ajtávolságnak megfelelően 65 centi volt meghatározva részünkre. Kiosztottuk a betonajra, ráhelyeztük a 120 méteres sineket, azt lekötöttük, és utána ezekkel az emelő gépekkel megemeltük és kiszállítottuk ide a helyszínre, ahol beépítettük a pályára. Megkezdik ennek a vágányszakasznak a szabályozását, hogy 19-én 23 óra 30 percre a vágányt át tudjuk adni a forgalomnak.